Sziasztok, Ádám vagyok. A Tech2.hu-t nézitek, és a Sony Xperia Z egy kompaktet hasonlítjuk össze a Sony Xperia Z-vel. Itt vagyunk a CES 2014-en, és igazából tavaly egy évvel ezelőtt mutatták be az Xperia Z-t ugyanitt. Most pedig itt a Z egy kompakt, a 4,3-szoros HD kijelzős csúcsmodellje igazából a Sony-nak. Egymásra teszem a készüléket, látható, minimálisan beszélhetünk szélesebb készülékről, illetve minimálisan magasabb, azonban ez pont elég ahhoz, hogy az Xperia Z kompakt sokkal jobban kézre áll, mint az Xperia Z, egészen kényelmes, elfér bármelyik kézben igazából. Maga az előlapi dizájn az hasonló, annyi különbség van, hogy alulra nem került kiemelésre, úgymond a mikrofon, felül is kicsit másabbul lett megoldva a mikrofon, ami, illetve a hangszóró, ami mögé egy értesítő LED is került. Hátulról megnézve a két telefont, mind a kettő üvegborítást kapott, az egyik feketét, a másik fehéret. Természetesen a kamera az eltérő, hiszen amíg egy 13 megapixeles flash kamera van az Xperia Z-be, addig a Z1 Compact-be már a G-Lens 20,7 megapixeles kamerája került, ami a sima Xperia Z-ben is megvan, és igazán jó teljesítmény nyújt. Mind a két készülék vízálló kivitelt kapott természetesen. Ami különbség még, hogy ahogy láthatjuk a bekapcsológomb és a hangerőszabályzógomb mellett, az Z1 Compact kapott egy kameragombot is, ami lemaradt az Xperia Z-ről. A hangszóró az itt volt az én, azonban átkerült egy nagyobb méretű felületre az Xperia Z1 Compact. Másik jelentős különbség még, hogy amíg az Xperia Z esetében, még ahogy láthatjuk, egy kis ajtó mögött helyezkedett el a jack csatlakozó, addig ez már nincs betakarva egy felülve az Xperia Z1 Compacten, hiszen egy mikrokouting megoldással igazából vízhatlanná tették ezáltal is a csatlakozót. Természetesen mind a kettő rendelkezik dokkoló csatlakozóval, illetve a memóriakártya slot, illetve a micro USB az le lett takarva mind a két készülék esetében. Jelen pillanatban már mind a két telefonon az Android 4.3 fut, tulajdonképpen ugyanúgy néz ki. Megpróbáljuk a sebességet kicsit összehasonlítani. Itt látható, hogy nagyon nem érződik sebességbeli különbség. Annak ellenére, hogy igazából az Xperia Z1 Compact sokkal jobb, hiszen a Z-ben csak egy Snapdragon S4 Pro található, meg másfél gigahertz-es órajellem. Még az Xperia Z1-ben nem csak hogy egy Snapdragon 800 van 2,2 GHz-el, de sokkal kisebb a felbontása is, hiszen full HD-s az Xperia Z, még a Z1 Compact csak HD-s, ami egy elég nagy különbséget jelent. Ennek ellenére igazából, hogyha közelről megnézzük, annyira nem látszik különbség a kijelzőben, köszönhető ez a méretbeli különbségeknek, hiszen 5 col, illetve 4,3 colról beszélhetünk. Ha megnézzük a kijelzőt oldalról, talán egy picit jobb minőségű lett az Xperia Z1 Compact. Nem világosodik ki annyira a kép, és talán a színek is egy picit jobbak, főleg felülről is, ahogy láthatjuk. Tehát itt jobb kijelzőt sikerült ezúttal beletenni a készülékben. A kamerától láthatunk, hogy elég sok különbség igazából így elsőre nincs, de próbálunk készíteni egy sötét képet, amiben összehasonlítjuk a két készüléket. Megcsináltuk az Xperia Z-vel, illetve most az Xperia Z1-el is. És már elvileg láthatónak is kell lenni. A különbség igazából a Z nem sikerült a kép, mert hogy vakut használt, ezt ki is nyomjuk és megcsináljuk megint. És így már a második fotó az sikerült elviekben, rögtön össze is tudjuk hasonlítani. Hát elvileg sokkal jobb képet kellene, hogy kapjunk az Xperia Z1 Compact segítségével,
De hát ahogy láthatjuk, igazából nem sokkal jobb, ugyanolyan jól látszik, talán még egy kicsit jobban is az Xperia Z-n a képek részletei. Annyi különbség, hogy talán némileg zajosabb lett az Xperia Z képe, ahogy láthatjuk. Ez volt tehát a Sony Xperia Z1 Compact, illetve Xperia Z összehasonlító videója. Kövessetek minket továbbra is a Tech2. Sziasztok!